Darabról beszélnek, szerintem nagyon jó volt. És mi a neve a produkció? Nagyon aktuális volt. Fakszínház. Aha. Fakszínház, de hogy FUCK, vagy hogy kell írni? Mint a gyík. Szóval Izland-Magyarország előadáson voltam, és hát gyakorlatilag Izlandon dolgozó magyaroknak az életébe pillanthattunk be, illetve az ő Facebook beszélgetésébe. Zseniálisan volt szerintem megcsinálva, hogy ahogy egy kempingszéket kinyitok, ahogy belépek a csoportba, ha kilépek, csoportba. Igen, de jó, ahogy egy ilyen Facebook csoportban. Facebook csoport volt, és úgy szólították egymást, hogy Ferenc Sebő, ez nagyon érdekes, amit mondasz. Csapatasi egy kicsit, kármás meg. Úgyhogy szuper, nem belőle. Köszönjük az élmény beszámolót, és lesz még most minden nap, mert beszámolunk egy Rózsa Sándoros pályázatról. Tamás, a Hódmezővásárhelyi jelöltünk. Igen. Várjál, négyes számú. Csongrád megye négyes számú, mert Makót se felejtsük el. Ez a rénszarvas. Az a rénszarvasnak a patája. Rénszarvas vagy jábor. Eredetileg ez egy tevének indult, tehát itt volt egy kúpja. Majom. Tehát, hogyha letakarod, nézd, ez simán majom, nem? Matematikus, fizikus és megváltó. Oké, respekt. Kicsit túlvállaltad magad, nem? Mármint, hogy matematikus, fizikus és megváltó. Hogy ebből a háromból nem érzed, hogy kettő... Időbeosztás. Ugye Hódmezővásárhelyen lesz tejivó, és nem csak tehén tejet lehet majd inni, hanem rén és jávorszarvas tejet is. De csak hazai. Csak hazai tejet. Kizárd meg jegesmedve tejet, vagy még ilyen egzotikus zsiráf tej. Várjál, fej és közben a zsiráfnak folyamatosan vakargatni kell a fülét, hogy ne ugorjon el. Igen, de azt, hogy fejed akkor, mert fölmászol a fejed, hogy folyamatosan a fületem. Hogy éred el a csocsait, tehát két emberes? Mert itt volt... Nem csak a zsiráf van így, hanem rejtem, hogy én. Tehát engem is csak úgy lehet fejni, hogy te közben vakargatod a... Isten, erről össze-vissza beszél mindenki, hogy ez ki ez az arc. Van, aki azt mondja, hogy egy ilyen még rosszabb, mintha jobbikos lenne, és van, aki azt mondja, hogy dehogy is, ilyen tök normális, hiteles figura, akit a helyiek szeretnek. Melyik a igazság? Az, az, hogy a helyiek szeretik. Igen. Alapvetően tényleg egy hiteles figura, én is találkoztam vele, és hogy tök lesz arc, és hogy például mondom, aláírt nekünk, tehát ilyen szempontból. Igen. Tehát igen. Ő nyitott sok minden felé. Mindenki, aki ilyen DK rajongó, az azt mondja, hogy ő egy nácinak soha nem lép vissza, aki nem jobbikos, és meg azt mondja, hogy ő meg a komcsiknak soha nem lép vissza. Tényleg ideológiailag nem biztos, hogy a bal oldalhoz sorolnám, ennek ellenére szerintem a De milyen, valósul... milyen érték alapján nem sorolnád? Tehát konzervatív, tehát hogy konzervatívabb valószínűleg, hogy azért a szereti, hogyha rend van. De az nem ugyanaz, hogy valaki szereti, ha rend van, vagy valaki ilyen üritálóan rendpárti. Mert ez a három legfőbb ilyen célunk, hogy mi próbálunk hasznosak lenni, esztétikus dolgokat létrehozni, és persze emellett viccesek is próbálunk maradni, amennyire sikerül. A Csaba a leghasznosabb ember itt Vásárhelyen, és amúgy ma tette le az esküt, hogy szerintem arról is van felvételünk. Tehát, hogy Isten engem úgy segéljen meg minden. Igen. Felesküdtem Magyarország alaptörvényt. Igen. Respekt, nem lesz ebből baj. Csaba a leghasznosabb, és ki a legszebb? Ez te vagy, nem? Én biztos nem. A legszebb. Lányok nincsenek? A kezét, elvágta a kezét. Ő a legszebb hely. Várjanak, hogy egy kicsit segítek, amennyire Csokolom. Tudok, nagyon elvágta a kis kezét. Ajaj. Nem vagyok egészségügyi, és én már csak egy vén asszony pedig vagyok. Pedig nagyon ügyes. Nyugdíjas. Ügyesen tetszik. És ki a legviccesebb helyi? Ez a mobil? Ez egy mobiltelefon, igen. Hogy? Na most Németországban is veszem nagy válasz, nagy dolgok egy-két év múlva. Csak nem egyeznek bele abba, hogy a Merkel valami dolgokkal, hogy behálózta, hogy menjenek a mitugránszok, a arabok, meg mindenek, mentem, de ő azt hitte, ez az a hölgy, hogy az majd kisegíti Németországot. Úgy munkásilag, mint minden, de közben kihasználjam. Na most ide figyelj, nekem van 3 vagy 4 unokám. Egy olyan, hogy orvos. Három vagy négy? Négy végeredmény. Egyik
Németországban van. Aha. Akkor van egy tanár, ami Hollandiában van. Mert most megkezdtem Hollandiába is bemenekülni, mert eddig Hollandiában volt a legkevesebb. Hogy mondjam, igen, hát volt. Hollandia az Európa legnagyobb befogadó társadalma. Az a pletyka járja a kutyapártos klubban, hogy te Rózsa Sándor unokája vagy. Igaziból, ez igaz? Képzeljétek, nekünk van egy ilyen családi legenda, amit a nagyanyám is, meg a legidősebb nagy... Köszönöm szépen, nagyon kedves. A legidősebb nagynéném is mindig mesélt nekünk, hogy anyai nagyanyai ágon mi a Rózsa Sándortól így származunk, vagy van közünk hozzá. De nagyon vicces, mert most, ahogy küldtem körbe a meghívókat erre az eseményre, akkor jelentkezett a valódi déd, vagy ikunokája a Rózsa Sándornak, akinek papírja is van róla, mert nekünk nincsen papírunk, vagy nekem. A mi családunknak nincsen papírja. Jó, úgyhogy... de ti illegálba vagytok. Én abszolút illegálba. Azért ez illik hozzá valamennyire. De próbálok hű lenni így a névhez, és nem szégyent hozni a nevére. Bár nagyon befenyített ez az igazi Rózsa Sándor. Tényleg? Hogy, hát az, hogy nehogy visszaéljek a nevével, meg ennyi-bennyi. De valószínűleg most ilyen viccesen. Csináljuk, nem? Igen. Jó. Jó, akkor ezt kérünk elnézést. Nem tudom, igen, Rózsa Sándor mit tenne ebbe a helyzetbe? Oké. Okay. Igen. Nem? Visszavettétek, hogy politikusok, amikor kezet fognak, mindig úgy fognak kezet? Így, nem? Meg az már mosolyodni kell arra. De közben két férfi, amikor kezet fognak, azok ezt csinálják, nem? Mikor? Hogy milyen ember az, aki mindig egész életében csak így tud kezet fogni, így oldalra. Majd gyakorolom is egyébként, Racsi, neked is gyakorolni kéne. Legközelebb megyünk a Baranyi Krisztával, mindenképp úgy kell, hogy... Nekem ma izét kell megtanulni, ezt most csak én mutatom meg, nem tudom, de ez igen? A legjobb a fekete győrtől tanultam, azt úgy kell csinálni. Mi ez a Trump készfogás? Van egy másik fajta is, az a Brezhnevi csók. Megtanultam, hogy kell belemenni.